Köszöntöm kedves nézőinket, műsorunk eheti adásában a június 25-i képviselőtestületi ülés soron következő, azaz negyedik részét láthatják. A véleményeket, vitát megnyitom ezzel a napjelenben, Szabó Balázs képviselő parancsolja. Köszönöm szépen, Szolcer polgármester úr, azzal teljesen egyetértek el, hogy tényleg erős kapcsolnak a minél több dolog, vagy itt a túl oldalával, és minél több dolgot szervezünk közösen. Köszönöm. Kimondottan ez a társulás, csak a tervezésért létre. Szóval most én nem tudom nekünk, mitől lesz jobb vagy rosszabb, hogy nem csak érdekezünk majd. Ez a kezdeti cérdés. Kezdeti egy értelmes, csak úgy fogalmazott, hogy ez a társulás csak. Jelenleg. Tehát is a munkaszervezet, a másik, igen, nyilván reményem szerint ez jól működik, Kalocsa városon azt már sem lehet törekedni, akkor több ilyen lesz, és azt gondolom, hogy fogadókész lesz ebben a többi település is, illetve a térség is. Ezt értem, de ugye valószínű, hogy már a megvalósítása egy újabb társulás lesz majd létrehozva. Hát már átalakulással is lehet egyébként. Átalakulással is, így viszont nem nagyon értem, miért van egy kat, nem csak érdekezünk a saját számára lévő pénzre, hanem úgymond át kell jönnünk másik pár napi kormányzaton is. Nem. Lakavatóban? Nem, a működési mechanizmus nem. Társulás külön jó, hogy személyesz. Értem, ahol szavazni kell arra, hogy például ezt az összeget, mondjuk pontosan, hogy mondjuk ki valósítsa meg ugye az összegekből a tervezést. A másik dolog, hogy ugye ez csak magánvélemény, ugye az előző ciklusban még sokszor bekerült egy másik társulás, másik településekre, ugye ez a pereskedési ügy, Jenzi úr tudna erről többet mondani, ezért ezekkel a társulásokkal és közös vagyok, de köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő, hogy meglepett a hozzászólása. Örömmel vettem, amikor mondja, hogy jó az, amikor fogalmaz, hogy akkor a túloldalban közösen csináljuk, utána azt mondja, hogy mégsem, akkor még inkább, tehát kár, hogy csak a tervezésre társulunk, miért nem a későbbiekre is. De ezt nem tudom követni, ez most ez, amit ismertettem, tervezésre jött a társulás, van szándék nyilván azt, hogy térségben gondolkodjunk, többi településsel is. Jelenleg most ez a feladatunk áll előttük, mindig odaérünk a hívhoz, akkor átmegyünk rajta, tehát most odaérünk a tervezési hívhoz, ezen átmegyünk, és hogyha jön a következő, akkor igen. Én azt gondolom, hogy jó együttműködéssel és térségben kell együtt gondolkodunk a jövőben is, amennyiben odaérünk azokhoz a feladatokhoz, köszönöm szépen a hozzászólását. Király Robert képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr. Akkor, ahogy ön korábban válaszolt nekem, tehát ez egy kalap alá fog menni, ez a gyakorlatilag ez egy gigabyte nagy beruházásként, tervezési szakasz, akkor erre egy közbeszerzési eljárás lesz ki, hogy gyakorlatilag a négy településnek a előre láthatod, tehát most ez kérdésem csak annyi lenne, hogy ennek lesz olyan előnye, vagy nem lepődünk meg, hogyha ez a 3,5 milliárd teljesen el lesz költve. Magyarul ez valami költség szempontból az nekünk jó esetleg, hogyha a nagyobb, illetve nagyobb közbeszerzési eljárásnak egy nagy kalapba kezelt a dologra, és akkor egy olcsóbb ajánlatunk lehet, mint négy kisebb. Ez is benne lehet egyébként, viszont itt a közbeszerzési eljárásoknál mindig az idő. Tehát ennek a beruházásnak haladni kell, és az idő is egyszerű egy eljárást folytatni, mint négy helyen négy eljárást. Hiánykutások elcsúsztak határon minden, úgyhogy ez a hatékonyság miatt, és itt az egy fő szempont a hatékonyság, nyilván a költségek ki lettek kalkulálva. Az, hogy Kalocsa is mennyire pályázhasson, többi település is mennyire pályázhasson, tehát ezek már ilyen előzetes kalkulált összegek. Úgyhogy nyilván az is pozitív, hogyha valamennyi pénzösszeg, de nyilván az, hogy itt egységesen, egy eljárásban a hatékonyságoknak nem tudta segíteni. Köszönöm szépen képviselőknek a hozzászólását. Valakinek még hozzászólása, véleménye ez
ezzel kapcsolatban. Tihanyi Tiborné, képviselőasszony. Köszönöm a szót, Polgáros Mérő. Ő képzottság ezt az előterjesztés is megvitatta, és egyhangban a fogadási jogosulja. Köszönöm szépen. Dr. Körmendi Szabolcs, képviselő. Köszönöm, Polgáros Mérő. A pénzügyi és vagyon ellenőrzési bizottság is tárgyalt az előterjesztés és egyhangban a fogadási jogosulja. Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor a vitát zárom. Határozati javaslat, Kalocsa város önkormányzatának képviselő testülete kezdeményezi a Kalocsa vízellátás és szennyvíztisztító telefejlesztésének tervezése tárgyú TKI kötőjel KNTV per 11 kötőjel 4 per 2019 vitatószámú támogatói okirat alábbi módosítását VIP Nonprofit KFTV támogató felé. Támogatott Kalocsa város önkormányzata helye Paks és térsége közműfejlesztés és beruházási önkormányzati társulás legyen. Kettő dönt arról, hogy az egy ponton foglalt módosítás hatályba lépését követően folyósított támogatási összeg 1.143.000.000 forint a Paks és térségi közműfejlesztés és beruházási önkormányzati társulás részére átadásra kerüljön. Három, megbíz az 1-3 ponton foglaltak végrehajtása érdekében a Városi Üzemeltetés és Fejlesztési Osztály szükséges lépések megtételére, szükséges dokumentáció elkészítésében való közreműködésre. Erről kérnék egy szavazást. Kilenc igennel, kettő tartózkodással elfogadta a képviselőtestület. Köszönöm szépen. Következő napirendünk. Kalocsai vagyonhasznosítás és környezetre megmondjuk KFT éves beszámolójának elfogadása, taggyűlési jogokat gyakorolja a képviselőtestület és a mi jogkörünk gazdasági társaság beszámolójának elfogadása. Ez ugye fontos kiemelnem, hogy ez a 2019 évre vonatkozó pénzügyi beszámoló. A beszámoló elfogadása a veszélyhelyzet tekintete szeptember 30-ra változott, de nyilván fontosnak tartjuk minél előbb, amit lehetőség van a társaság beszámoló, ugye az elmúlt a tavalyi évről. Most egy ilyen speciális helyzet van, hogy mind az ügyvezető, mind a pénzügyi vezető személyben változás történt, ők számolnak be előrük munkájáról, de hát így alakult. Szeretném kérdezni, hogy van-e képviselőtestület tagjaihoz kérdése valakinek a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatosan. Király Robert képviselő, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Nem tudom, ki ezt címezem a kérdésemet. Jó, akkor mondom, és akkor majd elvettük. Rövid lejárt a kötelezettségben találtam egy olyan tételt, ami számomra nem világos, és nem is derült ki az anyagból. Mi ez a alapítótól behajtásra álltak kérdés? Viszont nem jövődött a csájban. 14 óval segített a képviselőtársaimnak. Jó, hát nyilván ezt a gazdasági társaság, vagy igazgató, vagy a pénzügyi vezető, akkor szeretném kérni. Ugye a rövid lejáratú kötelezettségek fő tételei között szerepel ez az alapítótól behajtásra átvett követelések, 25.094.000 forint. Ezt mondja, hogy miből tegődik össze? Igen. Köszöntöm a képviselőtestületet, ez a 25 millió forint, amit az önkormányzat a vigadósor mögötti korában, vigadósor, illetve ott, ahogy a vigadósor mögött megy ezek, és ott volt ott egy ingatlan, ugye a vigadósor kettő, közben ott szociális jellegű lakások voltak, és hát ez a mennyiségű tartozás halmozódott ott föl. Ezeket vettük. Tehát az igazgató kettőben lakók ennyi pénzt nem fizetnek meg az önkormányzatnak, ugye 25 millió forintot, és ez ennek a behajtása vette át a vagyonhasznosító
információ, hogy miért is kellett azt a helyzetet felszámolni. Mert egyébként beszélhetünk mutatni a vagyonhasznosítónak a pénzügyi vezetőjét, Mácsai Anna Máriát, kolléganőnket. Köszönjük, képviselő úr, akkor a kérdésre választ kapott itt? Tehát a Vigadó 2-ben ezt a sarot hagyták ott a lakók. Köszönöm szépen, akkor ez is egyébként szépen, mert aktív időben jártam az estet, nem a felállásra, nem a jégjelen ezt már hozta, vagy a magával több égből. Köszönjük. További kérdés? Kérdés nincs, akkor kérdéskor zárunk. Vitát megnyitom, vélemények, hozzászólások vannak-e? Ami Tihanyi Tibor, melyik képviselő a szót parancsolja? A szót programmester úr, megvártam, hogy hát ha tesz még vita témában. A felügyelőbizottságnak is a feladatára adta hozzá az előterjesztést. A felügyelőbizottság decemberben alakult, mint hogy a programmester úr is elmondta, hogy a személyi változások miatt bizony a felügyelőbizottság sem tudott túl sok kérdést föltenni, tehát abból tudtunk dolgozni, amit az új gazdasági vezető és az ügyvezető bemutató. Ennek alapján hozta meg azt a határozatot a felügyelőbizottság, hogy a testületnek a méletbeszámolók elfogadása javasolja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Dr. Körmendi Szabolcs, képviselő parancsa. Köszönöm, polgármester. A pénzügyi és vagyonellenőrzési bizottság is tárgyalt az előterjesztés és elfogadása javasolja. Köszönöm szépen! Király Robert, képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. A nem ez teljesen szorosan, de ez az összefüggésben lévő dolog. Ugye közben tárgyak, illetve elmúlt gyakorlatilag 6 hónap már a vagyonnak az átadása, a lezárása óta, pénzügyi gazdálkodására gondolok, és hagyja meg az alkalmat, hogy itt van a ügyvezető úr, hogy meg tudom-e kérni arra, hogy a következő testületi ülésre be tudnál mutatni, hogy ők milyen intézkedéseket hoztak Covid kapcsán, illetve ott keletkeztek esetleg extra egyéb kiadások, illetve valamilyen megtakarítás, esetleg az úszoda bezárása kapcsán. Tehát erről esetleg tudnál összeállítani, hogy nem tudott nekünk. Persze, van egy képviselő kérdés, hogy ez örök felé, akkor igazgató, akkor a következő testületülésre, akkor legyen. Jó. Egyébként lehet a vagyonhasznosító KFT-ről egy átfogó képet adni, hogy mi volt, hogy volt, legfőképp abból az aspektusból, hogy az adózott eredményre szeretném felhívni képviselőtestületnek a figyelmét. 2019-es évre ez mínusz 25 millió forint. És akkor még egyszer elmondom, tavaly évben a KFT mínusz 25 millió forintot gazdálkodott. Saját tőkéje 11 millió forint. Ha 2020-as évben is ilyen jól gazdálkodik, akkor jön az, ami a korábbi években volt, hogy akkor pont befizetés az önkormányzat. Korábbi években is nyilván én a jövővel foglalkozom, még mindkét szeretnék, de fel szeretném hívni az igazgató figyelmét, és fel szeretném hívni a pénzügyi vezetőnek is a figyelmét, mint a testületülésre. Nem szeretnék olyan helyzetet, mint ami a korábbi években volt, hogy jó napot kívánok, önkormányzat, kell 70 millió forint. És akkor megkérdeztem volna az önkormányzat, hogy mire, és akkor nem kaptunk rá választ. Tehát nagyon jó a felvetés, beszéljünk a vagyonhasznosítóról, beszéljünk, hogy milyen helyzet volt ott, mert ugye egy összeolvadás, ez megtörtént már, vagyonhasznosító és a vagyonhasznosító össze lett volva, hogy költséghatékony lesz. Eddig ezt még nem sikerült megtapasztalnunk. Nagyon sajnálattal olvastam ezt a sort, tudomásul veszem. Úgyhogy még egyszer hasonlóan kívánom, hogy gazdálkodás, hogy nagyon-nagyon figyeljenek oda, és ha bármilyen tendenciát látnak, akkor kellő időben ezt jelezik az önkormányzatok felé, hogy akkor ezt meg tudjuk tenni. Nyilvánvaló építkezés, továbblépés, fejlesztés, fejlődés, elfogadjuk. 2019 éves leszámolót, ugye, amit örököltek.
pont, megyünk tovább. De a gazdálkodásra nagyon-nagyon figyeljenek oda. Köszönöm. Van-e más észrevétel, hozzászólás? Tihanyi Tiborné, képviselő asszony, tessék parancsolni. Szerintem fontosan akartam elmondani, hogy a felügyelő bizottsági ülésen kértem az ügyvezetőt és a gazdasági vezetőt, hogy a fél év zárásaként tartunk egy felügyelő bizottsági ülést. Nem tudom, hogy a képviselő úr által kért beszámolót tudjuk ezzel egyeztetni, amikor értékeljük a fél évet, és kapunk pontos számokat arról, hogy a járványveszély mennyire befolyásolta a vagyonhasznosító és parkolózó Kft. Munkáját, illetve a költségvetését mennyire befolyásolta. Ezt július első felére, közepére beszéltük meg, hogy ez elkészül, és akkor ha ezt így átfogadja a képviselőre, akkor adjunk egy kis időt, hogy ezt pontosan el tudják készíteni. Köszönöm szépen! Jó, köszönöm szépen! Na, akkor így van, egy kicsit számolomra vagyok itt az elmúlt hónapokról, hogy milyen tendenciákat, hogy mint lát. A örökséget azt érzékeltük. Van-e további hozzászólás? Ha nincs, akkor a vitát zárom. Határozati javaslat. Képviselőtestület a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Környezeti Nonprofit Kft. 2019 évi gazdálkodásáról szóló Jér Tamás ügyvezető által előterjesztett pénzügyi beszámolót elfogadja. 2. A társaság 2019 évi egyszerűsített éves beszámolóját kiegészítő mellékleteivel együtt a jegyzőkönyvhöz is csatolt írásos dokumentumok adataival egyezően elfogadja, egyben a beszámoló fontosabb számadatát az alábbiak szerint állapítja meg. Mérleg főösszeg 2.197.007.000 forint. Adózott eredmény mínusz 25.164.000 forint. Saját tőke 11.586.000 forint. B. A társaság 2019 évi alkonban írtak szerinti adózott eredménye tárgyában aként rendelkezik, hogy annak teljes összegét a vonatkozó számviteli szabályok rendelkezései szerint a társaság eredménytartalékába kell helyezni, illetőleg elszámolni. Erről kérnék egy szavazást. Tíz igen, egy nem szavazott a képviselőtestület elfogadta. Igazgató úr, gazdasági vezető asszony, köszönjük szépen. Következő napirendünk, 9-es napirendünk. Kalocsai 5244 helyrajzi számú ingatlan értékesítése. Előterjesztésben kiküldésre került egy anyag, továbbá most kiosztásra került még egy kiegészítés, ha jól tudom. Ugye jegyző úr, illetve a jegyző úr még egy plusz információt adna ehhez a napirendhez. Tisztelt képviselőtestület! Az egyik bizottsági ülésen felmerült, hogy meghívnánk a két cégnek a képviselőjét, vagy megkerestük őket, sajnos nem tudtak eljönni, de kaptunk tőlük egy másos magyarázatot és egy kiegészítését, amit szeretném önöknek felolvasni. Köszönjük a lehetőséget és a meghívást, de egyéb elfoglaltságok miatt sajnos nem tudunk jelen lenni a testületi ülésen. Az általunk megvásárolni kívánt 5241 helyrajzi számú ingatlanon és a szomszédos területeken, jelenleg is a saját tulajdonokat képezi, logisztikai központot szeretnénk 5 éven belül megvalósítani. Beruházás jelen fejlesztéseink befejezését követően tudjuk megkezdeni. Megvalósítást követően terveink szerint 10-12 fő munkavállaló foglalkoztatnánk. Bízva a testület pozitív döntésében, és a két ügyvezető Szigeti Szerelőszűzésáról. Köszönöm szépen, jegyző. Ez a vétel ajánlat, ez még márciusban került önkormányzathoz, ha jól emlékszem. És ahogy említettem, mindenféleképpen a képviselőtestület döntését szerettem volna ebben megvárni. Érzékelhető, nyilván, és
remélem nem lesz új testületülésünk, hogy ne kerüljön szóba a Paks 2 beruházás, ne kerüljön szóba a kiépítés, és ne kerüljön szóba az, hogy Kalocsának erre a fejlődési pályára rá kell állnia, és ezen kell haladnia, és gazdaságilag is meg kell erősödni. Bizakodással adok ott, hogyha mind vidéki vállalkozások és minden helyi vállalkozások potenciált látnak a városban, és itt további fejlesztés, további bővítés szeretnének, és most ennek is itt látjuk a példáját. Annyit szeretnék kihangsúlyozni, nyilván itt az önkormányzatnak egy korábban kialakított vagyonrendelet értékesítés, tehát a vagyonrendeletben van az ingatlan értékesítés szabályozásunk, annak megfelelően történt ez a vizsgálat, illetve az egy értékbecslés is történt, aki eddig is közel 10 éve már az értékbecsléseket nézi az ingatlanokban, tehát minden a megszokott módon történik, van előttünk egy vételajánlat, képviselőtestület majd meglátja, hogy ezt támogatja, elfogadja-e vagy nem. Bármilyen ingatlanokban jön vételajánlat, azt nyilván előkészít a képviselőtestület, ezért elég kell hoznunk. Én megtekintettem ezt az ingatlant, hogy hol van egy hosszú évek óta használaton kívül ingatlan ajánlat nem jött rá az elmúlt években. Most van egy ajánlat, két szomszédos cég, azt gondolom, hogy minél nagyobb területtel, minél nagyobb beruházást tudnak megvalósítani, azzal csak Kalocsa gazdagodik, mint a munkahelyteremtés, amit elhangzott, illetve az, hogy gazdaságilag erősödő a város, nagyon-nagyon ránk fél. Köszönöm szépen, szeretném kérdezni, hogy kérdés van-e? Dr. Bagó Zoltán, képviselő. Köszönöm szóval, hogy most a jegyzőkből szeretném kérdezni, hogy most felolvasott levelet annak, mi az igazgató száma? Ezt megmondanak? Semmi? Nem. Ez tegnap este jött, mert a kiosztós anyagban lévő levélnek, annak van egy jegyzőkigazgató száma, abban nem ez a szöveg van, mint amit a jegyzőkből felolvasott. Tehát akkor a... Tehát a kiegészítésnek a kiegészítését olvasta fel a jegyző úr. Bocsánat, azért be ajánlatként meg. Tehát, ha nem volt világos, bocsánat, bejött egy ajánlat, tegnap bizottságülésen felvetődött, hogy osszuk ki ezt, és az elem részére ezek kiosztásra került, és mint mondtam, felvettük az ügyvezetőről a kapcsolatot, és ő tegnap este ezt küldte. Ez meg is bejutatva ennyi, tehát az e-mailen jött, itt van, tehát látható a fejlesztetet, ez egy e-mailen érkezett tegnap késő délután, inkább úgy mondom, egy e-mail, tehát az az eredeti ajánlat, és ez annak a kiegészítése, ott a fejlés csak azért van, hogy a napirendezben nem kerül kiosztásra az eredeti ajánlat, ez is szerintem most a kiegészítés szó. Köszönöm szépen, akkor így értem, hogy ez március 18-i indítatásunk, tehát az előtt... Hallatsz? Tehát az előttünk lévő kiosztós, az ugye március 18-án bejött, ennek ellenére ugye a bizottságért nem tárgyaltuk, de most megkaptuk kiosztósba. És akkor tegnap kiegészítették e-mailbe, nyilván a bizottsági információk alapján, és már benne van az is, és erre akarok mondani, hogy 10-12 fő foglalkoztatását szeretnék várni. Jó, köszönöm. Annyiban egészítenek ki képviselőt, és teljesen jó, hogy a március indítatás, és ahogy mondtam, hogy ez márciusban bejött már az ajánlat. Nem szerettem volna ilyen kérdésben a polgármesterfőnök határozatát egyszerűen dönteni, és ezért nem tárgyalta eddig a bizottság, de ezért nem tárgyalt eddig a képviselőtestület, mert nem lehetett. Tehát amíg a veszély... Még fel egy kérdést, illetve többet, akkor kezdem az elsővel. Az előterjesztésben szerepel az önkormányzatnak visszavásárlási joga. Azt szeretném megkérdezni, hogy ön ugye már régóta egyszerűként tevékenykedik, mondjuk egy 10 éves távlatban, ha visszatekintünk, hányszor élt az önkormányzat ebben a visszavásárlási hibában? Emlékezetem szerint egyszer sem. Nem volt induló, amit kell mondani. Bocsánat, kérdőfogással mondta egyet, és kiúton volt egy, az
nem visszavásárlási voltot, egy vételi jogot kérte a cég, a vételi jogért, hogy azt hiszem másik vagy két évig tartotta fenn az önkormányzat, elnézést, nem pontos időpontot mondok, és azért ez a cég fizetett, hogy vételi jogként be volt helyezve az ingatlan nyilvántartásba. Az azt nézve, hogy itt volt az önkormányzatnál, mert nem érte a vételi jogával, ilyen volt, de nem visszavásárlás volt. Nem emlékszem rá. Képviselő, bocsánat, nem emlékszem, hogy nevele, én ilyen, hogy talán volt. Köszönöm szépen, akkor a következő kérdésem megfelelően dátumtisztázással kapcsolatos, kicsit jogi dolgok is van, azért szeretném az ön válaszát megkapni erre. Ugye a ön által bemutatott ingatlan értékbecslés, az március 17-i, azt alkalmazta, hogy ez 90 napig érvényes, azaz június 17-én jár le, tehát addig érvényes ez a becslés. Ugye az előterjesztés érdekes, hogy ezen a napon készült, tehát a lejárat utolsó napján, és az lenne a kérdésem, hogy ha mi most erről tárgyalunk, ez még érvényben van, vagy most már maga kifutottunk a lényegségi dátumát? Érvényben van, mivel a helyén lettünk 6 hónapig, tehát 6 hónapon belül ti elő. Most képviselő, hogy ígér, nem figyelt volna dátumot, tehát hogy pont azon adatom készült az előterjesztés, hogy ígér, a helyi szabályozások szerint, tehát a helyi vagyogatók szerint 6 hónapnának végelni értékletés szükséges. Maga meg bőlemben vagy. Köszönjük szépen. Van-e további kérdés? Dr. Bakó Zoltán képviselő, hogy találkozunk. Köszönöm szólt. Én ezt most vettem észre, tehát a március 17-i az értékbecslés és március 18-ai az iktatás az ajánlatra. Bejött az ajánlat, csak később lett iktatva. Köszönöm. Köszönjük, további kérdés. Király Robert képviselő. Elnézést, hogy ezt szerettem volna is kérdezni, csak képviselőtársam lelőtte ezt a pont. Köszönöm. További kérdés van. Sajnálom, hogy érdemi kérdések nincsenek. Jó, kérdéskör zárva. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is, amikor a város életével kapcsolatos további fontos döntésekről tájékoztatjuk Önöket. Viszontlátásra!